ő igéjét, ahogyan szól hozzánk Lukács evangéliuma 5. részéből, a 12. verstől a 15. versig terjedő ige szakaszból. Amikor Jézus az egyik városba járt, egy leprával borított ember meglátta őt, arra vonult és kérte: Uram, akarom, meg tud tisztítani ebben. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. És azzal letisztult róla a lepra. Ő pedig megparancsolta neki: Senkinek nem mondja ezt, hanem menj el, és mutasd meg magadat a papnak. És ajánlj fel áldozatot, megtisztulásod ért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul neki. De a híre annál jobban terjed, és nagy sokaság jut össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ámen. Mai vasárnapunk kollekta misszió vasárnapunk. Emlékezzünk azokról is, akik e szolgálatban fáradoznak, imádkozzunk ő életük is, és mai Isten tiszteletünk megáldásáért. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy iskolatársainkat, családunkat és gyülekezetünket ismét közösségben lehetünk előtted. Kérünk, segíts, hogy ma és életünk minden napján rád figyeljünk és téged hallgassunk. Áld meg tanulásunkat, munkánkat, mindennapjainkat, jelenléteddel és szereteteddel. Kérünk, áld meg azokat, akik a szükségben lévő mellett szolgálnak téged a reformisszióban, vagy bárhol máshol, kórházakban, betegállik mellett. Segíts téged követni, és szabadból erőmerítve másokat erősíteni, téged szolgálni. Akkor mely Isten tiszteletünk is neked szóló imádat, dicséret versen. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve, hallgassa meg a gyülekezeti közösség a 6. osztályos furiások szolgálatát.